Kedves nézőink, tudják, hogy mi mindig körülnézünk a nagyvilágban, és legyen szó az egészségünkről, a háztartásunkról, az irodánkról, az életünkről, keressük az újdonságokat, amik megkönnyíthetik a mindennapjainkat. Hát most így bukkantunk rá egy rendkívül korszerű fűtés technikára, és természetesen meghívtuk azt az urat, aki mindezt el tudja nekünk magyarázni, hogy mi is ez, sőt, magában a kivitelezésben is segíteni tud nekünk, Eredeti szakmájára nézve, fizikus, nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban, Krudinák Ádámot üdvözlöm. Kezét csokkolom, és üdvözlöm a nézőket. Én nagyon-nagyon örülök, hogy jön, hiszen az újdonságokra mi átlag emberek tulajdonképpen így rábámulunk, Értjük, nem értjük, ha jó, elkezdjük használni, de igazán nem tudjuk, hogy mi van a háttérben. Önről azt mondtam, hogy fizikus. Tulajdonképpen akkor, mikor ezt kezdtem, mit, mit volt az, amiért azt mondta, hogy engem a természettörvényei érdekelnek? Hát egész korom óta érdeklődöm a természettudományok iránt, és már általános iskolától kezdve készültem valami matematikai vagy fizikai szakmára, és hát végül is így kikötöttem a fizikusságnál. Hát, Szilárd testfizikáka volt a diplomamunkám tárgya, aztán utána elhelyezkedtem Mikler Elektronika vállalatnál, fejlesztőmérnök voltam, aztán ugye leégett a gyár, még amikor a rendszerváltás előtt és akkor átnyergeltem a számítás technikára, és mm. végül is most a, ez a fűtési módszert, ezt én körülbelül 10-11 évvel ezelőtt találtam egy külföldi honlapon, és hát megtetszett. Rögtön megérezte, hogy ez igen? Igen, én nekem építkeztem, egy házat építettem, és pont ilyen fűtési, problémák voltak ott, ahol lépítkezem kezdtem, nincsen gáz, tehát mindenképpen valami elektromos megoldásra kellett megoldást vál... találni. Váltanom, így van, és hát így jött ez. De ez annak idején, ez a csak a padlóba épített film, fütőfilm volt, amit propagáltak és hát ebből ö, csináltam ilyen mini padlófűtést, uh -huh. ami ö, ugye az édesanyám, meg a feleségemnek is fázós a lába, és akkor, hogy számítógépnél ülnek. Ö, hát, Adva voltak a feladatok, és igen, megoldást igen, kellett és akkor, rá találni. Igen, és akkor olyan jól sikerült, hogy hogy aztán elkezdtem gyártani. Ezek közül akkor ö, csináltam olfűtést, Kutyaólba, vagy a fürdőszobai kilépőnek fűtést, és csináltam fali mennyezeti fűtőpaneleket. És hát most ezeket gyártjuk és áruljuk. Hát most éppen bővítjük a műhelyt, mert már nem, már kinőttük. És hát... A neve infrafilmfűtés, és hát ez bizony nekünk nem sokat mond, hmm. úgyhogy szeretnénk megtudni, hogy mi ebben az infra, mi az, hogy film, és mindez, hogy fűt. Hát igen, itt igazából a helyzet az, hogy, hogy minden, ami ami meleg, az kibocsát infravörös hullámokat. Hogy, hát és... ezzel még gyógyítanak is, amikor csak Így egy van. ilyen lámpa van. Ez a film tulajdonképpen, mivel hogy egy teljesen vékony grafit réteg az, ami a hőt, sugározza, ezért szinte kizárólagosan infrahullámokat bocsájt ki. Ugye, mert háromféle lehetősége van a hőnek a terjedésre, ez a hőhullám, akkor a, a hőcserélődés és a, a konvenciós, tehát a, a, ami a, például a levegő mozgásával terjed. De viszont ebbe, ebben a technológiában kimondottan csak infrahullámok keletkeznek. Ezt természetesen ezt burkolni kell, tehát mondjuk például a padlóba beleépítünk egy ilyen infrafilmet, és rákapcsoljuk az áramot, az elkezd sugározni. A parkett természetesen egy részét ide, de tulajdonképpen nagy része távozik a, a levegőbe. Uh -huh. és ennek az infrahullámnak a tulajdonsága, hogy főleg a testeket melegíti. Tehát nem a levegőt melegíti, hanem a környező testeket, tehát falakat, butorokat, meg az Vagy embert, ha az ember kerül a igen, tehát, hullám. Igen, tehát itt pontosan ez a jó, hogy, uh -huh. hogy a hőérzet is sokkal kellemesebb, mert mert a levegő lehet hideg, tehát úgy, mint a nap. nap Uh -huh. sugárzásnál, ugye? Tehát lehet, hogy hideg van, de mégis, amikor a testünket éri a, 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 a hő, akkor a testünk nagyon meleg lesz. Viszont de a környezet. De érdekes, tényleg igen. így van, hogy még összel is melegünk van, ha ránk süt a Így nap. van, így van. Tehát ezt használja ki a, a dolog. Na most, a, a, amit tetszett említeni, hogy uh, ugye helyileg uh, lehet fűteni. Hát igen, mert hogyha például berakunk egy ilyen padlófűtést az egyik helységbe, Abba a helységbe külön tehetünk egy termosztátot, ami csak azt a helységnek a hőmérsékletét, illetve a padló hőmérsékletet méri, és ezáltal ugye sokkal jobban tudjuk vezérelni. Tehát például a hálószobát nem fűtjük egész nap, csak mondjuk 15 fokra levisszük, és amikor megyünk aludni, ha igényeljük a melegebbet, akkor föl kell tekelni, fél órán belül meleg, van uh -huh. a szobában. Tehát ez, ez energiatakarékos is ilyen szempontból is, meg, meg tehát ez, hogy sokkal, sokkal rugalmasabban lehet vezérelni. Még mondjuk tőlem egy nem függ? Így van. Hogy így mit van. szeretnék? Így van, és hát ezek a termosztátok már olyanok, amik ö, ö, amik beállíthatók akár előre egy hétre. A De hogy programozható programozható Hó, és hát akkor, Ami leállítjuk, mondjuk elmegyünk otthonról egy hétvégére. hétre, vagy egy hétvégére, és akkor beállítjuk, hogy amire hát. hazaérek, addigra meleg legyen. Ez tulajdonképpen még környezetvédelem is, hiszen fölöslegesen nem fűtünk, nem pazaroljuk az energiát, Igen. és hát a pénztárcánknak meg biztos, hogy nem mindegy. Na most akkor hogy nagyjából megértettük, tehát akkor van egy vékony réteg, aminek uh -huh. valamilyen ruhát kell adni. Igen. Hozott is nekünk kettőt mutatná, hogy tulajdonképpen Igen. mit nevezünk mi ruhának. Most arról beszélgetünk, amikor ugye nem a padló alatt van, hanem ennek van még egy még inkább helyi megoldása is. Igen, hát ez egy mobilis dolgok, tehát amikor valahova kimondottan ahol nincs olyan jó fűtés. És általában a padló ö, szint környékén rosszabb a hűtés, tehát mindenkinek a lába fázik. És ott, ahol nem lehet ezt megoldani, hogy a padlóba beleépítsük ezt a filmet, oda fogják például ö, rendeltek már. Ö, ö, presszóba, kiszolgáló pult mögé uh -huh. például, vagy, vagy üzlethelységekbe amikor, Esetleg raktárba, raktárosnak. Igen, ahol ott egy helyben vagy, vagy kicsit szűkebb helyen járkál valaki, akkor ez kimondottan alkalmas, el, elbírja a, az ember súlyát is. Ja, hogy akár rá is lehet rá, állni, rá tehát lehet, állni, lehet úgy is, igen. vagy akár mondjuk egy pult mögé, hosszában. Igen, igen, Ennyire igen. még egyébként én is emlékszem a fizika óráról, hogy a meleg mindig fölfele száll, tehát egy normál fűtésnél a lakásban alul a leghidegebb igen, a igen, levegő. Igen, És hát ez mondjuk kimondottan, ez a fajta, ez kimondottan ilyen ólfűtésre szolgált. tehát Ol. Ól, ól. Tehát kutya ólba beleteszik, és akkor ugye van benne egy hő Hőkapcsoló, ami nem engedi, hogy magas hőmérsékletre menjen. Tehát, hogy magasabb legyen, mint amit a igen, kutya igen, elbírna. De ott azt is lehet, már volt olyan, hogy valaki termosztálta szabályozta az uh -huh. óra hőmérsékletét. De hogy és... ez milyen rendes dolog, hogy ha már nem engedjük be a kutyuli mutyulit hogy velünk aludjon, akkor legalább az ő háza is legyen meleg. <laughs> hát igen, igen. És hát itt a másik uh, fajta, ez meg, ez meg kimondott a lábmelegítő. Ez olyan uh, gyár... szép, tényleg olyan, mint egy kellemes egy, padló. Egy, Ez azért mondom, hogy egy, és mi, egy mini padlófűtés tulajdonképpen, és uh, ezt gyártjuk egyébként padlószőnyegborítással is. Uh -huh. Tehát, uh, De hogy és akkor ezt viszintesen tesszük? A... Természetesen így mondjuk a. A, leteszi, a leteszi földre, az ember a földre, és simán rá és rá. a lábunkat. Igen, és akkor lehet szám, tehát asztal alá tenni, és akkor közben számítógéppel dolgozni, jó, vagy, vagy, vagy akár uh, tévét nézni, Aha. <laughs> és akkor el, a uh, fotel elé lerakni, és akkor... Ez... Ez aztán egy nagyon jó dolog. Nem tudom önök, hogy vannak vele, de ugye tényleg nagyon sokat ülünk otthon, télen, vagy pláne, akinek a mozgás is nehezebb, és hol fázunk leghamarabb a lábunknál? És aztán kellemesen alá tesszük, szinte nem is látszik, melegít maga a testünket, már csak azt hiányozna, hogy még gyógyítson is. Hát azt mondják, hogy az ez infra. az infrafűtés, vagyis ez az infra sugárzás infrasugárzás kellemes élettani hatása hmm. van, szóval tulajdonképpen ilyen, ilyen fali melegítőket árulnak Magyarországon, de általában importból, is és biztos, rá, hogy egyszerűbb, drága. és megfizethetőbb, hogyha itthon találunk rá kivitelezőt. Én megpróbáltam egyébként direkt olyan anyagokból megcsinálni, mind a, minden típust, ami, ami a lehető legkedvezőbb, tehát anyagilag hogy, uh -huh. hogy mindenki számára elérhető legyen. Hát hiszen legyenys. nyilván itt sok nyugdíjas örülne az ilyesminek, akinek tudjuk, hogy nem biztos, hogy olyan vastag a pénz vannak, pénztárcája. Vannak érdeklődők. Különböző korosztályból persze. Hát új, új házakat építenek, és, és akkor ilyen padlófűtést teszünk. Már bele. eleve úgy tervezik igen, a házat, igen. Hogy én, én megtervezem, hogy, uh -huh. hogy menj, mekkora áramfogyasztást kell, milyen, hol legyenek a termosztátok, hova tegyük a filmet. Ugye, Tehát mert... egy teljes tervezés és kivitelezés. Igen, elfű, fűtésre. Na most a, a lényeg az egyébként, és ezért is jó a, ezeknek a fiatal embereknek, akik há, új házat építenek, mert a képítési költsége rendkívül olcsó. Tehát ugye itt nem kell kémény, nem kell csövezet, nem kell kazán, nem kell, nem kell a, ráadásul a, nem, nincs közvetítő közeg, mint ugye, egy ilyen csöves uh -huh. rendszerekben, Nincs, veszteség. nincs veszteség. És ennek tapasztalatok szerint egy, egy 100 négyzetméteres új építésű lakásnak a teljes fűtési rendszerét, ami azt jelenti, hogy minden helységbe külön termosztát vezérli a fűtést, és padlóba van. Ez, ez nem éri el az 500 ezer forintot. Hát ez, ez tényleg egy nagyon jó. Tudják ezt azok, akik éppen építkezésben vannak. Ugye. Hát én nagyon-nagyon köszönöm Ádám, hogy eljött, és egy kicsit megértettük ennek az újfajta fűtésnek, a miben létét. Én azt mondom, hogy aki többet szeretne tudni, az látta a képernyőn a Facebook oldalt, tehát ott is érdemes barangolni, és ha lehet, ne fázunk hiszen milyen jó otthon lenni, és amikor körülvesz minket az otthon melege.